Egyetlen szívással közel 4800 vegyi anyag keletkezik cigarettázás közben. A vegyületek nagy része mérgező, köztudottan rákkeltő anyag. A dohányzás káros hatásai ma már széles körben ismertek. Ennek ellenére hazánkban továbbra is jóval nagyobb a dohányosok száma, mint az uniós átlag. Utoljára 2020-ban történtek ilyen reprezentatív felmérések. Ez alapján világszerte körülbelül a fejlődő országokat kivéve, a lakosságnak, a 18 év fölötti lakosságnak körülbelül 20%-a dohányzik. Európában ez a szám 20-21%, viszont Magyarországon 29%. Ebből a férfiak aránya 34%, a nőké pedig 25. Tehát azért a magyar adatok sokkal magasabbak az európai átlagnál is, ami egy eléggé ijesztő adat, úgy gondolom, hogy a megkérdezetteknek a túlnyomó része, körülbelül 80%-a 14-17 éves korában kezdte el a dohányzást. Több mint 10 éve átfogó program indult hazánkban a dohányzás mértékének visszaszorítására. Ennek hatására 2010-hez képest 4%-os csökkenés volt tapasztalható. Ma is több országos kezdeményezéshez csatlakozhatnak a függőségben szenvedők. Nyíregyházán idén egy komplex programot indított a Józsa András Takkórház pulmonológiai osztálya, ahol orvosi és pszichológiai segítséget kapnak a dohányosok. A lélegzett program a fizikai mellett a lelki függőség leküzdésében is támogatja a résztvevőket. Mit jelent a dohányzás? Egy kellemes tevékenységet többnyire, egy napi automatizmus reggeli kávénál, ebédnél, baráti társaságba, munkaszünetbe. Tehát ilyenkor többnyire ellazulnak az emberek. Vagy éppen a másik oldal, ha valaki ideges, rágyújt egy cigarettára, és így próbálja a feszültségét levezetni. Na ebbe segít ez a csoportterápia, ahol Oswald Gabriella pszichológusunk van jelen, és csoportos formában, de szükség esetén egyéni megbeszélések is vannak, hogy segítsünk abba, hogy valaki befejezze a dohányzást. A lélegzett program lényege, hogy csapatmunkában segítik a résztvevőket. A szenvedélybetegséggel küzdők számára ugyanis az az egyik legnehezebb, hogy hiányzik a leszokás segítő, támogató háttér. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy személyesen halljon arról a dohányos egyén, hogy melyek a dohányzásnak a mellékhatásai, ne csak akkor szembesüljön vele, mikor már kialakult egy betegség, hiszen megelőzhető dolgokról van szó. És én mindig azt mondom, hogy igenis le lehet szokni a cigarettáról, mert a dohányosoknak, azt szoktam mondani, két végletfajtája van. Az egyik, mikor megtudja, hogy van egy komoly betegsége, képes azonnal 30-40 éves dohányzást egy nap alatt abba hagyni, mert úgy megijed. A másik véglet pedig az, aki megtudja, hogy beteg, de azért még dohányzik, esetleg csökkenti a mennyiségét. Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, és valahol ott a köztes időbe megmagyarázni azt, hogy miért fontos befejezni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a fiataloknál sajnos nagyon előtérbe került ezek az idézőjelbe tett korszerű dohányzási formák, ami nagyon elterjedt, és egyre jobban elterjedt, és nagyon fontosnak tartanám az iskolákba a felvilágosításokat elindítani. A lélegzett projektről a közösségi oldalon és a Vármegyei Oktatókórház honlapján is találhatók részletes információk. A megadott elérhetőségeken bárki jelentkezhet a programba, amely a COPD-s betegek, az asztmával küzdők vagy daganatos betegséggel élők mellett a tünetmentes vagy egészséges emberek számára is nyitott. A lélegzett projekt TB finanszírozott, és beutaló sem szükséges az előjegyzéshez.